A Malom utcából indult a Skodák felvonulása, amelyet kiállítással zártak a Gárdonyi téren. A 2004 óta rendezett EGRI találkozót a Skoda Coupé baráti kör szervezi. A farmotoros jármű gyártása az elsők között indult el. Az 1900-as években már készült Skoda, amely a II. Világháborúig luxusautónak számított. A Skodához Magyarországon szinte minden családnak van valamilyen kötődése. Annyira népszerű, elterjedt autó volt ez hazánkba. Ugye a szocialista blokkba a Lada meg a Skoda, ami szinte a legnagyobb számban elterjedt autó volt, és tehát épp ezért, hogy mindenkinek van valami kötődése. A Skoda több változata látható volt. A sportos kupék és a többi megszokott típus mellett a városgondozás máig használt oldtimer locsoló autója is szerepelt. 1982-es gyártású, ez egy Lias 706-os locsoló autó. Én azt hiszem, hogy az országban egyedülálló jelleggel működőképes és ilyen öreg autó, tudomásunk szerint Magyarországon egyedüli. Ezt a helyi városgondozás Kft. Tartja üzembe, illetve állította a helyre. A találkozóra az ország minden részéből érkeztek résztvevők. Sőt, Felvidékről, vagyis az egykori Csehszlovákia területéről is, ahol igazán meghatározó volt a Skoda szerepe a közlekedésben. Miért a Skoda? Na most fiatal koromban ez a Skoda, ez a 110-es kupé, ez egy álomautó volt. Akkor nem engedhettem meg magamnak, és most eljött a ideje is. Most megengedhetem magamnak. A találkozón ismét kiderült, hogy a legújabb márkák helyett sokan ragaszkodnak a megszokott régi autójukhoz. Itt volt a Skodások legújabb generációja is, a legendás autó pedig még egészen kicsiben is látható volt.